Hadd kérdezzek valamit. Mindannyian szeretjük azt, hogyha valami nagyon egyszerű és király kis megoldást kapunk, anélkül, hogy nagyon komplex lenne, főleg ha mondjuk hangról van szó, meg utána az editálás, utána a post-processing. Ma egy elég különleges dolgot hoztam, amit a Boya gyárt, BY-W4, amivel instant tudunk 4 emberrel felvenni elég jó minőségbe. Ez persze túl jól hangzik, hogy igaz legyen, de van egy olyan hack, amivel tényleg addig lehet megkülönböztetni a hangot egy sokkal drágább mikrofonhoz képest, és nem is kell vele sokat bajlódni, és még pénzt is spórolunk. Beszéljük át, de előtte intro. Arra gondoltam, hogy ma beszéljünk arról, hogy hogyan tudunk magas minőségű hangot elérni, anélkül, hogy sokat kéne vele bajlódni, vagy sok pénzt kéne kiadni rá. Hadd mondjam el, hogy mi a kerete. Úgyhogy nekem vannak drágább mikrofonaim, mint a Shure SM7B, vagy a Sennheiser 416, de ők egyrészt nagyon drágák, és akkor még ugye kezelni kell a szobát a hangra, meg utána mindig így bajlódok mindenféle post-processzálással, de mi van, hogyha egy egyszerű és elfogadható szintet keresünk? Pont erre alkalmas a Boya W4, egy hackkel, ami nem tudom, hogy hallottál, de biztos, hogy meg fogsz lepődni, mert kb. Olyan szintű lesz tőle, minthogyha egy drágább mikrofon lenne. De most nézzük meg, hogy mi van a dobozban, és átbeszéljük a funkciókat előtte, miatt a hackket elmondom. Van benne egy kis hortáska, benne van ugye az adó és a vevő, a 4 egység, töltőkábelek, TRR-es to TRS, TRR-es a TRS-re, és egy fiúból két lányba átmenő, sőt, még kapunk egy ilyen kis, rárakhatunk ilyen hangra, ugye, detketeket. Ami hiányzik belőle, az a lav mikrofon maga, de egy fontos dolog, hogy ebbe nem tudunk csatlakoztatni lav mikrofont. De amúgy szerintem egy elég király kis csomag, ha neked is tetszik meg ez a videó, akkor kérlek, mutasd meg azzal, hogy lájkolod a videót. A Boya BY-W4 egy 2,4 GHz-es vezeték nélküli sávon működik, és nyilván az a célja, hogy minél jobb minőséget adjon egy nagyon kompakt, könnyen kezelhető csomagban. Bármivel össze lehet kapcsolni, amiben van USB, vagy pedig 3,5 mm-es jack, a beépített mikrofonok amúgy omni irányúak, és 360 fokban így felveszik azt, hogy mi történik köztük, és egy ilyen plug and play feeling az egész. Tökéletes, hogyha több emberrel készítünk interjúkat, live-olunk, streamelünk, vlogolunk, vagy konferenciákon, és mivel ugye 4 csatorna, 4 mikrofonnal egyszerre vehető fel, tök egyszerű az egész, és a mikrofon ahhoz képest, hogy milyen árkategória és milyen gyártóról van szó, a szenzitivitása -2 decibellen van. De akkor ez túl jó, hogy igaz legyen, mi a catch, mi van itt? Hát egyrészt ugye, ha a kamerába veszünk fel, akkor egy hangsávra tudunk felvenni, és nyilván ez nem lesz olyan jó minőségű, mintha drága dolgokat használná. Az AI-nak a terjedésével, olyan szoftverekkel már, mint a Final Cut Pro, meg DaVinci Resolve, van egy funkció, aminek az nem, hogy Voice Isolation, és kb. Egy kattintásra, nem tudom hogyan, hát ugye AI, ilyen profi, broadcast szintűvé varázsolják a hangot, amit felvettél. Nagyon durva minőség, komplex post-processing nélkül, és az egész 100 000 forintba kerül. Szóval, hogyha éppen most kezdesz, vagy szeretnél valamit úgy, hogy nekem túl sokat költened, ez a Boya W4 elég jó lehet. Mit gondolsz róla? Látod, hogy használnád valahol, főleg ezzel a hackkel? Kérlek, mondd el a véleményed a komment szekcióba, és kezdjünk el beszélgetni. De azért, hogyha mikrofonvásárlás előtt állsz, és egy jól informált döntést szeretnél hozni, mindenféleképpen nézd meg azért a magasabb minőségű mikrofonokat, csak egy összehasonlítás véget, eddig ugye végig a Boyával hallottál, de most átváltok a jóval drágább, dedikált puska mikrofonra, a Sennheiser MKH416-ra. Nyilván tartsd észbe, hogy ez egy YouTube kompresszálás, nem pont olyan az a hangminőség, de lehet, hogy épp annyira nem is látszik. Úgyhogy mindenféleképpen nézd meg, van egy dedikált videóm amúgy
Sennheiserről is, és amúgy a Shure SM7B-ről is, ezeket ide fogom rakni, és szerintem nézd meg, mielőtt választasz. Hogyha most találkoztunk először, akkor mindenféleképpen nyomj a feliratkozás gombra, nyomd be a kis csengőt is, lájkolj is, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem, hogy találkozunk egy következő videóban, mondjuk ezekben. Klikk! Szia! Sziasztok!